katonasorsok, harci események, szovjet offenzíva, második világháborús eseményeket idéz fel Vakler Lajos ének a Don hőseiért című 20 évvel ezelőtt készült dokumentumfilmje. 1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet támadás a Don kanyarban, amelynek következtében a második hadsereghez tartozó honvédek és munkaszolgálatosok közül mintegy 130 ezeren sebesültek, haltak meg vagy estek fogságba. A 80 éves évforduló kapcsán hirdetett vers és prózaíró pályázatot a Vörösmarty Társaság és a Dóni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség. Tekintettel arra, hogy szeretnénk az eredményhirdetést már a fölújított Donkanyar kápolnánál, ezért kibővítettük most, eltoltuk a határidőt, tehát a verseket és a prózai írásokat mindenféle megkötöttség nélkül február 15-ig kitoltuk a határidőt, és várjuk, nagyon várjuk. És hát én nagyon örülnék neki, hogyha fehérvári középiskolások verseit, írásait olvashatnám. A múltunkról szóló kézzel fogható alkotások esélyt teremtenek arra, hogy gyökereinket, értékeinket és emlékeinket a fiatal generáció számára is átadhassuk. Mint mindig, az a legfőbb célunk és feladatunk, hogy fiatalokat állítsunk magunk mögé, a mi léptünk nyomát járják a fiatalok. Nem azért, mert az ember már készülőben van, hanem azért, mert szükség van arra, hogy fiatalok a nyomunkba érjenek, átvegyék a mi szerepünket, és talán még annál is több az, hogy a nemzetnek hasznára váljanak. A pályázat legjobbjai értékes jutalomban részesülnek, továbbá megfelelő számú részvétel és színvonal esetén részesei lehetnek egy tervezett antológiának. A kárpát-medencei középiskolásokat megszólító kiírás szerint a műveket még február 15-ig lehet beküldeni a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére.